Az egykori vásári forgatagok hangulata elevenedett meg szeptember 17-én Mohácson. A rendezvény három nyelven megtartott szentmisével kezdődött a fogadalmi templomban, majd a településen élő négy nemzetiség, a német, a horvát, a roma és a szerb a város főterén különféle standokon mutatkozott be a rájuk jellemző népviseletekkel, mesterségekkel, szokásokkal, ízek, illatok, kultúrák találkozása mottóval. A rendezvénynek az a alapkoncepciója, hogy mind a négy nemzetiség meg tudja mutatni a saját kulturális értékeit, legyenek ezek akár a kézműves hagyományok, szokások bemutatása, a néptánc hagyományok bemutatása, a népviselet maga, a népviselet bemutatása, illetve természetesen a népzene, mint olyan, ami nagyon fontos részét képezi a nemzetiségi kultúrának. És hát ezeknek az egyvelegét igyekeztünk a Mohács főterére elhozni, és hát úgy látom, hogy sikerül, és egyre többen leszünk, hála jó Istennek. Az esemény érdekessége volt, hogy nem csak az idősebbek, hanem a fiatalabb generáció képviselői közül is többen népviseletben érkeztek a fesztiválra. Ez egy nagynyárádi népviselet, az én dédimamám vart a saját kézzel, mind az alsó szoknyáktól kezdve egészen a felső szoknyáig, és ami a nagyon érdekes benne, és amire nagyon büszke is vagyok, hogy a legfelső alsó szoknyám, ez az én dédimamámnak, aki most 97 éves lesz, a mennyasszonyi szoknyája volt, és ez a kabát pedig az szintén a mennyasszonyi kabátkája volt, úgyhogy ezért vagyok már nagyon büszke, és mindentől örököltem. Alkalmanként, amikor ilyen rendezvény van, vagy amikor bemutatjuk a svábruhákat évente pár alkalommal, illetve mint táncos elmondhatom, hogy most már nem, de táncoltam, és akkor svábruhában táncoltunk, léptünk fel sokszor, sok helyen. Az eseményről nem maradhatott el a gasztronómia sem. Minden nemzetiség hagyományos ételekkel készült. Grízből, lisztből, tojásból, vaníliacukorból és tejből. Ez az alapanyag, az összetétel, azt nem mondom meg. Az legyen az én tétel. Remélem nagyon finom lesz, és meg lehet kóstolni. Szerintem nagyon tartjuk itt a sváb hagyományokat. Nekem ez az életem. Mi szeretem is csinálni, és szerintem mindegyikünk szereti csinálni, aki itt van, mert hiszen azért vagyunk itt. Alapvetően mi Fekedről jöttünk, tehát egy kicsit németes, kicsit magyaros, ugye a svábit annak tekintjük, hogy mindenkit svábnak hívunk Magyarországon, aki német nemzetiségű gyökerekkel rendelkezik. Ez egy sváb burger, ez egy saját kis fejlesztésünk, nagyon-nagyon szeretik, már több éve készítjük. Egy ilyen kis sült szalonnás, hagymás alapot sütünk, léberkézét használunk, ugye, ami a német területeknek egy nagyon kedvelt hústerméke, savanyú káposztát használunk hozzá, paradicsomot is, most ez egy bajor, ilyen fonott kis kalácszerűségben fogjuk tálalni. Nagyon-nagyon-nagyon szeretik, tehát ugye ez nem a megszokott, máshol nem találkoznak ehhez fogható, vagy ehhez hasonlító dolgokkal, ugye a hamburger az egy megszokott, bevett sztori, ennek van egy kicsit ilyen újszerűbb, kicsit ilyen németesebb ízvilága, és ez miatt nagyon-nagyon szokták kedvelni. Október 1-én indul a népszámlálás, melynek során a központi statisztikai hivatal munkatársai begyűjtik az adatokat arról, mennyien élnek hazánk településein. A nemzetiségi és felekezeti hovatartozásról szóló kérdésre a válaszadás önkéntes, de a hazánkban élő népcsoportok fontosnak tartják megvallani hitüket és nemzetiségüket. A fesztivál egyik fő üzenete is ez volt. Én azt gondolom, hogy mindenképpen nagyon fontos, hogy aki egy nemzetiséghez, illetve vallási közösséghez tartozónak érzi magát, az mindenképpen tegyen erről tanúbizonyságot, és vallja meg a nemzetiség, illetve a etnikai vagy a vallási hovatartozását. Ugye, amikor beszélünk itt pályázatokról, akkor nagyon fontos megítélés szempontjából, hogy hányan is tartják magukat adott esetben németnek, horvátnak, szerbnek, románnak, ugyanmivel hát a nemzetiségi önkormányzat alakításának is gyakorlatilag egy feltétele az, hogy adott számú nemzetiséghez tartozó legyen egy településen. Mondjuk szerencsére Mohácson nincs ezzel azért komoly probléma, hál' Istennek sokan vagyunk, de kisebb falvakban ez egy nagyon kardinális kérdés, hogy lehetőség szerint mindenki megvallja a nemzetiségi hovatartozását. Az az igazság, hogy úgy gondolom, hogy most már ez nagyon fontos lenne, hogy mindenkiben meglegyen ez az identitás tudat. Én is egyébként úgy nőttem fel, hogy már a szüleim nem igazán
beszélték a sváb nyelvet, tehát már nem tudták úgy átadni igazán szerintem a mi generációknak azt, amiben még ők felnőttek, és ez engem nagyon megérintett igazán, hogy én sem tudtam megtanulni úgy a sváb nyelvet anyanyelvként, és mi most szeretnénk valahol ezt visszahozni, és szerintem ezért nagyon fontos, hogy mindenki érezze azt, hogy honnan jött, és hogy tudja is azt, hogy hova tart, és hogy ez nagyon fontos megtartani ezeket a hagyományokat. Én vallom magam svábnak, én svábként születtem, svábként is fogok meghalni, és a népszámlálásnál is én sváb vagyok, én ezt vallom. Szeptember végén levélben kap tájékoztatást a lakosság, minden háztartás kap egy népszámlálás feliratú borítékot. Ezt a levelet fontos megőrizni, hiszen ez tartalmazza azt a belépési kódot, mellyel október 1-e és 6-a között mindenki önállóan el tudja végezni a kitöltést az online felületen.